Áldás Pünkösd ünnepéhez közeledünk. Pünkösd ünnepe egy hatalmas nagy esemény, nem csak azért, mert a Szentlélek kitöltetése azzá teszi, hanem azért is, mert hatalmas életfordulatoknak az ideje és emlékezete számunkra ez a néhány nap. A tanítványok húsvét előtt félve és rettegve rejtőzködtek el, és várták azt a csodát, amely aztán húsvétkor a feltámadás diadalámban be is következett. De eltelik még néhány nap, néhány hét, egészen pontosan 50 nap, pünkösdig, amikor a teljes, hatalmas és elképzelhetetlen csoda megtörténik, amikor a Szentlélek Isten töltetik ki a tanítványokra. Talán furcsa és megfoghatatlan ez az ünnep, mi az, hogy a Szentlélek mi az, hogy kitöltetés, de hadd adjak inkább egy egyszerű példát arra, Tanítványok életéből, hogy mit hoz az, amikor valaki szent lélekkel telik meg. Az ő életük úgy indult, hogy egyszerű halász és hétköznapi életet élő emberként családjukat el kellett tartani, és a mindennapi problémákkal megharcolni, megküzdeni, úgy, mint bármelyik más rendes ember, ahogy ezt látja és megharcolja mindennapjait. Aztán Krisztussal találkozva, mintha kicserélődtek volna, és az a hatalmas változás, ami a Szent Lélek Istennek az érkezésével bekövetkezett az életükben, az a halászokból emberhalászokká tette őket. Az addig visszahúzódó embereket mások elé szívesen kiálló és bizonyságtevő, hitvalló keresztényé tette őket elmondják azt, amit tudnak, amit tanultak, amit tapasztaltak Jézusról, és nem csak az elmélet, hanem a gyakorlat is az ő bizonyságtételüket erősíti. Valójában, hogyha mai életünket kellene a pünkös tükrébe állítani, akkor azt mondanánk, hogy pünköstkor válik az elmélet gyakorlattá. Az embernek megcselekednie kell a hitét, és a hátteret, az erőt, a kitartást, a bátorságot pedig a Szentlélek Isten adja hozzá. Így lett a félő tanítványból bátor tanítvány, a halászból emberhalász, így lett, és így lehet a mi életünk is változó és nagyot forduló az Isten lelkének erejétől és erejével. Én azt kívánom mindenkinek a pünkösdi ünnepkörben ezt a első töltetet, ezt a gazdag lelki áldást gondolja át, és próbálja meg az Istenéhez közel kerülve valóban megélni ezt az ünnepet. Adja Isten, hogy lelkesedjünk, szent lelkesedjünk az idei pünkösdön is.